Oké, sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Ez egy speciális nap a számomra, hogy Zólyom Zsolttal tudok beszélni. Köszöntelek, Zsolt! Azt szeretném elmondani először, hogy a mi kapcsolatunk egy buszon kezdődött, amikor is mentünk egy pálinka túrára, pálinka főzdéket meglátogatni és tanulni, és én nekem ott derült ki, hogy te igazából mitől vagy híres, de én ezt nem szeretném tőled elvenni, hanem mondd el te! Legjobb kérdés. Az van, hogy most van ez a karantén dolog, és én a második héten tudtam, hogy én ezt nem fogom tudni egy Netflix mellett végcsinálni, úgyhogy én gyorsan bekönyörögtem magam innen negyedik vagy ötödik faluban levő kis biogazdaságba, és én ezt így kapálgatni járok délelőtt, meg ilyen vicces dolgokat, nagyon szeretem, de szerencsére ott a faluban senki nem tudja, hogy ki vagyok. Tehát így, és ezt így viccesen szokták megjegyezni embereknek, hogy együtt szörfezünk egy pár éve, csak hogy ne, az tényleg te vagy, ma este a tévében az te voltál, nem, mert itt szörfezett vele, tehát nem én vagyok, nem élő, de egyébként én voltam. Igen. Tehát, nyilván az ember így elvicceskedi, meg minden, de tehát annyi, rólam egyetlen egy dolgot érdemes tudni, azon kívül nagyon jól szörfezök, meg síelek, meg újabban már golfozok is, amit egy pálinkás kapcsolatnak köszönhetek. Azt, hogy tehát én vagyok az egyetlen magyar olyan parfümőr, de talán most már nem soká többen is lesznek, aki elvégezte hosszú évtizedek kiadása után a Versailles parfümkészítő sulit, amit még Guerlain bácsi alapított, aki meg még 1829-ben alapította a cégét, vagy mikor. Tehát ez egy tényleg komoly cucc, 12 embert vesznek fel egy évbe, és ez egy kihalt szakma volt évtizedeken át, mert ebben a nyüves országban sajnos nem volt divat menőzni menő parfümökkel, meg ilyesmi, és akkor engem ez érdekelt, mindig szagolgattam a szép lányokat, logikusan, és ide jutottam. Nekem egyébként az volt a nagy szerencsém, hogy még én előtte ismertelek meg, mielőtt tudtam, hogy te egyébként egy micsoda nagy ember vagy, és ahhoz képest meg lehetett veled beszélgetni, tehát hogy nem volt ez a távolságtartás, hogy mit akarsz te tőle. Ezt azzal tudom meg elapozni, hogy kettő dologgal, apai ágról fogunk beszélni. A drága jó édesapám a szemészorvos volt, de első generációs értelmiségi, és ő volt az, akihez bement egy ilyen bármilyen falusi néni, akkor ő vele jobban szót értett, mint az igazgatóval a műintézménybe. Drága nagypapám meg Miskolcon a Tiszai pályaudvarnak volt a ilyen masinista, mozdonyszerelő, karbantartó, műszaki, szaki, igazi proli volt a szó legnemesebb értelmében, úgyhogy én nekem nem esik le az aranygyűrű az ujjamról, amikor így el kell vegyülni az egyszerű nép gyermekei. Oké, tehát ez a kromoszómátokban van bele kóra. Én azt gondolom, hogy igen. Oké, Zsolt, azért gondoltam, hogy érdemes veled beszélni, meg többen is javasolták egyébként, és én nagyon, még egyszer nagyon örülök. És ki is öltöztem, látod? Le vagyok nyűgözve. Mert másfajta interakció szokott itt lenni, ez a Pornhub, meg ezek a dolgokban, így más látványt szoktam látni, de most erre a délutánra szerintem jó lesz. Köszi. Szóval nézzük meg ezt, ami engem a legjobban érdekel, hogy neked honnan jön ez a pálinka szeretete, vagy egyáltalán, hogyha van ilyen benned. Nincs gyűlölöm az egészet a pénzért, logikusan. Tehát eleget fizettek, és így kerültem kapcsolatban. Nem. Na, a dolog úgy néz ki, hogy én tényleg leéltem 35 évet nagyjából, most a gyerekkori alkoholizmust vegyük ki a rendszerből. Úgyhogy azt gondoltam, hogy a pálinka az egy ritka rossz ital, amit akkor adnak a buliba, ha nagyon azt szeretnék, hogy ne akard a háziasszony lányát hazavinni, vagy egyáltalán. Tehát, hogy nincsenek jó emlékeim erről a sztoriról, és de akár a többi töményitalról, magyar töményitalról is beszélgethetnénk, de most a pálinka a lényeg, és akkor egyszer csak, de nem viccelek, hogy egyszer csak derült évből villámcsapásként, én azt kell tudni, hogy édesanyám az egy nagyon túlképzett hölgy volt, hogy magyar latin finnugorszakos tanárnőként úgy megy nyugdíjba, hogy haláláig dolgozott aztán még egy suliba, és valószínűleg tőle örököltem, hogy én mindig szeretek új dolgokat megtanulni. És időről időre az a tapasztalatom, hogy ha abba hagytam akármilyen tanulmányaimat, eltelt két év, és már így viszkedtem, hogy nem tanulok valamit. Én szeretek tanulni, az agyam szereti szívni az új információkat. A szakmám az meg olyan, hogy ugye illatokkal foglalkozok, és minden érdekel, ami határtól lett. Bármi, aminek szaga van, most ez értjük egymást, a döglött vízi hullától kezdve vízimentőként, vagy egy jó
Szeszesít a lig, logikusan nekem valamilyen módon beakad, érdekel, érdekli az orromat, az agyamat. És a sztori úgy volt, hogy láttam egy hirdetést még a drága Cilla idejében, hogy indul egy ilyen képzés, a világon először háló nélkül Magyarországon lehet pálinka mesternek menni. Na most akkor felhívtam őket, és akkor ők mondták, hogy na ők így egyből vágták, hogy ki vagyok, és mondták, hogy nagyon izgalmas, nagyon jó, az lenne az első kérdésünk, hogy tartaná-e órát nekünk. Én mondtam, hogy hát nem tudjátok megfizetni, de egyébként tarthattok, de úgy engem ez tényleg érdekelne ez a képzés, hogy járhatok el. Hát élelmiszermérnök vagy? Nem vagyok. Akkor elvileg nem, meg úgy egyáltalán, meg pálinka főzdébe dolgozik, vagy valami ilyesmi. Mondtam, hogy ez mind nincs, de amúgy, ha nagyon muszáj, van egy gyógynövénybiológus ELTE TTK diplomám, meg egy évig mellé jártam a Gaténak, amikor még először nem vettek fel, tehát el tudjuk bábozni, hogy van közöm a dologhoz. Akkor így nagyon jól a Gyulával, ezt mindenki ismeri Gyulát, Gyula úrral megegyeztünk végül is az adminisztratív, mondjuk úgy, hogy ilyen kelet-európai módra, hogy végül is járhattam, és a végén tényleg gyönyörű aranykeretes diplomám van, nem én vagyok a legügyesebb az évfolyamban, hogy nem mondjam, hátul sorba állok minden, ahogy egész életemben a nevem miatt, ZZ, meg a testmagasságom miatt is a tornasorba, és akkor ez gyönyörű szépen így alakult, hogy tehát felkértek órát tartani, tartottam is, már nem is emlékszem, hogy mennyi egy-két ilyen bohózkodást a srácoknak, lányoknak, az illatokról, a szaglásról, hogy hogyan érdemes, hogyan nem szagolni, mire lehet használni ezt a képességünket, a pálinka termékfejlesztésben, marketingben, nagyon úgy vettem észre, hogy nem volt teljesen érdektelen az előadás, de a lényeg az, hogy én végigjártam velük. Az első évfolyamát a pálinka mesterképzésnek, erre nagyon büszke vagyok, nem azért, mert én mekkora sztár gyerek lettem ettől, hanem hogy mekkora sztár emberekkel ismerkedtem meg. És én akkor először velük ittam igazi, élvezhető terméket, amit pálinkának neveztek el. Kijavítanak, mert a Cilla néni azt tanította nekünk, hogy nem ittam, hanem kóstoltam egyébként. De... Igen. Még egyszer mondom, én itt ilyen gyülevész, szerencsétlen gyűjtment vagyok ebbe a seregbe, tehát minden szakmai és egyéb hibát el fogok követni a lingvisztikában is, elnézést kérek, nulla szinten értek a szakmátokhoz. Mondom, én egy ilyen felültem a kisvonat árnyékára, és végig suhantam veletek dolgot. Aha. Kell elképzelni. Nagyon élveztem. A kicsit komolyabb témára evezve, az, hogy ez a pálinka képzés neked a szakmádban adott valami pluszt, tehát, hogy a parfümökhöz. Nézd, a legutolsó végzettségem, amit most készhez kaptam, az a Balatonudvari Golf Akadémia pályalicensze, hát ahhoz képest nyilván jelentősen több tudásanyagot adott, de komolyra fordítva szólt, rengeteget adott, rengeteget. Tehát, hogy a vicc az, hogy többet adott, mint gondoltam. Én egy nagyon önző gyerek vagyok, mi hárman vagyunk testvérek, és mindig én nekem volt utoljára a legtöbb nutellám még mindig a üvegbe. Én megspóroltam, és így a többieket zsaroltam, hogy kapsz egy kanállal, hogyha elmosogatsz helyettem. Tehát én egy nagyon önző ember vagyok. Aki ismer, azt tudja, hogy én minden csak érdekből és pénzért, ez teljesen természetes. Sok pénzért, a luxusipa az egyértelmű, felfelé nincs plafonja az árképzésnek, te is nagyon sokat fogsz ezért fizetni, jól tudod, ezt pontosan tudod. Most kinéztem a Gyugyi kastélyt, 205 millióért a tied lehet. Na mindegy, a lényeg a következő, tehát hogy én úgy élem az életemet, mármint a szakmai, meg az egyéb életemet, hogy megállok egy, ma éppen a Jánoshegyi Matacs dűlőbe ezelőtt egy fél órával, és elámulva nézek egy gyönyörű őzikét, aki a szőlősorok között legelészik, és én érzem a mostanság nyíladozó szőlővirágzás illatát. Én térdre borulva imádkozom ettől a gyönyörűségtől, és azon kezd el egyből járni az agyam, hogy mire tudnám ez az élményt használni. És a pálinka képzés az engem olyan döbbenetes felismerésekhez vezetett, független attól az alaptézistől, amit minden egyes külföldi partneremnek, aki a luxusiparból megérkezik Magyarországra, szembesítem vele, mint a egyszerű ilyen vallató lámpával, hogy szereti ön ezt a fényt?
Na és ez így, körülbelül így szoktam pálinkát bemutatni a külföldi barátaimnak, és tehát térre borulva zokognak a gyönyörűségtől, hogy ilyen van. És aztán még szembesítem őket azzal is, hogy valójában ez a pálinka, ez bakker, abból a gyümölcsből volt, amit látod itt ez a fa, és nincs semmi játszma, nincs semmi truváj, mármint nagyon sok truváj van, de nincs az, ami a többi ismert, közismert, általad ivott luxus alkoholban benne van. Most kicsit elkanyarodtam, de lényegtelen az, hogy a felismerés, hogy micsoda csodákkal szembesülhetek, vagy találkozhatok emberekkel, termékekkel, dűlőszelektált dolgokkal, én nem tudom én, hordóhasználattal, fajta, és általán sose kóstol dolgokkal, kísérletekkel, gondolatokkal, múlttal, az önmagában csodálatos volt, de az értelme számomra az az, és itt jön a gonosz, önző, luxusipari cápa, hogy rengeteg termék ötletet és inspirációt is adtak nekem ezek a találkozások. A nagy közönség egyébként téged onnan ismer, de javíts ki, hogyha én ezt nem jól tudom, hogy te testre szabott parfümöket készítesz embereknek. Hát a nagy közönséget Sir Roger Moore-ként értékeled, akinek a feleségének elutaztam Monakóba, hogy testre szabott parfümöt csinálják, akkor igen, ők a nagy közönségem nekem, de a magyar nagy közönség nem pont ez a szintet. Én viccesen úgy szoktam fogalmazni, hogy igen, van két, jelen pillanatban kettő kis bűbájos parfümérjám, amik játékbiznisz. Tehát arra van, hogy megmutassam, hogy mire képes ez a szakma ma, ami valójában természetszerűleg már az egyiptomiaknál létezett, az illatosítási szakma, és hogy bár a meszlói piramisnak nagyon a csúcsán van, mert ha belegondolsz, mondjuk pálinka nélkül túlélsz, na jó, kezdjük nulláról, tehát víz nélkül túlélsz 24 órát, vagy 48-at, ha ügyes vagy, akkor kaja nélkül még 2-3 napot, te, ahogy így rád nézek a korpulenciába adódóan, egyel többet, mint én, a 43 kilóma, de mondjuk pálinka nélkül már nehezebben bírjuk, igen, és parfüm nélkül úgy az a gyanúm, hogyha egy letennéd, reszkető kézzel a parfümödet, úgy azért így el tudná lenni elvonás nélkül. És nem, az emberiség mióta történelem van, illatosítja magát különböző vicces okokból, ez vallási, filozófiai, szex, és a többi minden, és mi ebből élünk, hogy szerencse ti veszitek a szappantól, a dezodornát, a aftershave-en át a luxus parfümig. A lényeg az, hogy az én közönségem Magyarországon a parfüm értő, és kicsit úgy, mint ami mi beszélünk most, milyen, meg akik téged hallgatnak, reméltek pálinka értő közönség, aki nem szeretne commerce átlag termékben tocsogni, sem kívül, sem per osz szájon át, sem belül, és ez már érdekes módon elkezdődött a 14. században Magyarországon, mert 1380-as évek, amikor létezett egy Erzsébet nevű királynő, akinek egy öreg szerzetes, ki tudja milyen szexuális szolgáltatásért cserébe, de adott egy receptet, és az a néni elkezdte iszogatni, meg magára is kenni egy bifunkcionális macerátum gyógynövény alkoholos kivonat, amiről beszélünk, és ez volt a nevezetes, híres, nevezetes magyar királyné vize. 1380-ról beszélünk, és ez a recept a legrégebbi parfüm, amit megszagolhatsz a világ egyetlen parfüm múzeumában, ahol nem dobozokat tettek el, hanem Versailles-ban az Ozmotékába besétálsz, és meg fel kérdezni, hogy honnan jöttél, azt mondják, magyar vagy? Le a kalappal, a legrégebbi parfüm, ami létezik, az a magyar királyné vize. Érted? Elájulsz. Uh-huh. És ez egy kozmetikum per pálinka volt. Nagyon durva. Az a kíváncsi kérdésem volt, hogy a pálinka, mint illat, neked a parfümök, tehát össze tudod őket hozni, vagy ez teljesen... Persze, persze. Csak hogy ezt engem, hogy magyarázzam értelmesen, tehát logikusan szeszes italér, mióta én ehhez az italiparhoz közel kerültem bármilyen módon, én már nem sok pénzt adok érte, nem sóherságból, nagyon szívesen, most is azon agyaltam, pont tegnap beszéltem valaki, hogy a Balaton környéki borászatokat hogy tudnánk segíteni, meg ilyeneket, de tehát folyamatosan kapom a felkéréseket, hogy jöjjek, szagoljak, kóstoljak velük, kettő okból, mert kettő dologra tudjuk használni, ha mi közösen leülünk egy szeszes ital gyártóval, vagy minek nevezzem, pálinka főzőmesterrel, vagy egy borásszal, vagy egy
konyak készítővel, vagy egy whisky készítővel, hogy még mindig ne menjünk ki az országhatárból, mert ilyenek is vannak a társaságban. Majd beszéltünk róla a részleteikben, hogyha a reklám időd engedi, és vagy arra kíváncsiak, hogy én mit érzek az ő termékükbe, amit ők nem éreznek esetleg. Ami érdekes számukra a termékfejlesztésbe, az évjáratosságba, hogy értsenek dolgokat, összefüggéseket, koherenciákat, egy gyakorlott embernek én nem tudok úgy újat mutatni, hogy ő, hogy nem tudok úgy újat mutatni, de nem fogok neki olyat mondani, amit ő nem érez, mert feltéve, ha nem teljesen orvak, ért a szakmájához, de lehet, hogy mást mondok. Tehát mondtam már olyan szót, kifejezést, illat, alapanyagot, vagy illat, aspektust valakinek, aki azt mondta, hogy bakker, hihetetlen Zsolt, ezt még nem éreztem a saját italomba, igazad van, benne van, és szignifikánsan benne van, és most jön a második aspektus, hogy a termékfejlesztésen túl a marketingbe lehet használni az én tudásomat, hogy tudunk dumcsizni arról, hogy mi az, amit érdemes a palackra, vagy a kommunikációban felírni, ami komparatív advantage, tehát hogy a többiektől megkülönböztető egyedi jegye az adott italnak, vagy dűlőnek, vagy teljesen mindegy gyümölcsnek, és érdemes kommunikálni, mert felismerhető, és a szagi információk lényege az, hogy egész addig, amíg gyönyörűen beszélek róla, hogy Romeo mesél róla, hogy Júliának a testhajlatainak ilyen meg olyan illata van, addig nem fog meg téged. Egész addig nem tudunk találni egy olyan kifejezést, amit egyrészt mind a ketten ugyanannak értünk, másrészt te valaha érezted. És hogyha érezted, akkor megvan a közös hang, és hogyha én úgy tudok mesélni egy alkoholos italról, vagy annak az illat jegyeiről, hogy neked bekattan egy dolog, és én közben azt mondtam, hogy az a verőköltő bodobács, amikor eltapostad gyerekkorodba a pince lépcső kövén, annak az a furcsa ilyen testmed illata, ez benne van egy italban, ha megvolt neked ez a történet, akkor bevillan. És ha bevillan, akkor az hihetetlenül gyakorlatilag barátoddá teszi az italt, meg az italkészítőt. A kíváncsi kérdésem arra irányul, hogy a te parfümeidben mondjuk találkozhatok életemben mondjuk bírssel, vagy barackkal, vagy fekete berkenyével? Igen. Ez úgy kezdődött, hogy én, amikor ezt végeztem, ezt az iskolát, és hihetetlen nagy szaktudású emberekkel, és koklerekkel, és bűbájos önmagukat fejlesztő, normális emberekkel is találkoztam, akkor egyszer csak megfogalmazott bennem, hogy a magyar gyümölcskincs, amiből a pálinka főzési kultúra dolgozik, az sok, egyrészt én magam számára is hihetetlenül kinyílt a horizont, sokkal többféle gyümölcs és faj és fajta van, mint amit csak úgy gondolsz, hogy bemész, azt veszel egy vilmoskörtét, vagy egy, mit tudom én, egy fütyülős barackot, értjük egymást. Nem beszélve a régi szép időkről, a bombonmegyről, meg ezekről a csoda dolgokról. Na, és akkor a lényeg, hogy ezeket kóstolva, de már az legelején, tehát az első pár hónapban, tehát én sose felejtem el, az első olyan alkalom, amikor én több pálinkát megittem, mint kettőféle egyszerre, a Zamárdiba voltam, annó megboldogult Zimek főzdébe, és Gabi bácsi, mindenki ismeri, Pál Gabi bácsi mutatott 28 félét. Én tényleg 53 kiló vagyok, tehát 28 pálinkát meginni, mindenik másik fajta, még nagyon jó beszélgetés, hidratálás és kajafogyasztás mellett is fárasztó lett volna, de baromira élveztem. És az a sokféleség, az felnyitott a szemem arra, hogy ezt a kultúrkincset, ez kár lenne nem parfümökben megfogalmazni. Úgyhogy én azóta ezen pörög az agyam. Egyel korábban, hogy most kitekintsek a pálinkás világból, de tényleg egy gondolatvillanás erejéig, a tokai hegyaljai Alkonyi László barátunk, akinél egyébként voltunk közösen a pálinka mester csapatta, úgyhogy jó emlékeink vannak az ő pincéjéről is. Az ő megmutatására a tokai borok, aszuk, szamorodnik, házlevelük, ilyesmiknek a története is hihetetlenül bekattant, de ez két különböző dolog, és engem a pálinkás világ annyira megfogott, hogy én azóta agyalok olyan termékfejlesztési ötleteken, csak nagyon lassan szülöm meg ezeket a dolgokat, hogy
és akkor most visszadobom a labdát. Hát te mit szeretnél jobban, hogyha látom, hogy ez a hipster szakál, ez rendben van, de hogyha véletlenül nyírnál bele valami pajeszt, meg tudom én, Tel Avivbe utaznál, és be akarnál vágódni a helyi srácoknál, akkor mondjuk egy ilyen birs illatú, vagy egy írsai törköly illatú, vagy valami ilyesmi, vagy egy vilmos körte illatú aftershave-et, vagy parfümöt felmernél venni. Azt hiszem, abszolút. Így van, értjük egymást. Én szó szerint erre jöttem rá, és ez egy kicsit magam ellen beszélek, hogy fogod magad, és belenyúlsz a pálinkás üvegcsétbe, és felteszed azt a nyambat izét, amit természetesen profi pálinka kóstolók szoktak bőrpróbán csinálni, de effektív, gyakorlatilag olyan szép szárazanyag maradványok lesznek, hogy tudod parfümként használni. A professzionalizmus ott van, hogy ezt tudod olyan termékén fejleszteni, aztán kifújod, és akkor nem olyan szagod lesz, mint egy varacskos disznónak, és a kedvesed nem alibi buli parfümként fogja érzékelni, hanem parfümként, és ilyenkor azt csináljuk, hogy átszűrjük egy ilyen, hogy mondjam, absztraháljuk. Viccesen szóval nem biztos, hogy a birspálinkát csak birspálinka illatú parfümöt nem biztos, hogy birspálinkából csinálnék, vagy nem csak, mert talán inkább így a jó kifejezés, hogy alapanyag szinten nekünk 6000 alapanyagunk van, különböző molekulák, a birspálinka illatát is nagyon sok molekula komplex elpárolgása adja ki, és én ebből kiválaszthatok többet, néhányat, és az arányaikkal játszatok oda, és még mellé tettek olyan molekulákat, amik viccesen szóval lehet, hogy a rózsából van, vagy a bazsalikomból, vagy a sose hallott a tengervíz sós illatából, és egy nagyon harmonikus, új esztétikai minőséget hozok létre, de rövidre zárva a választ, nagyon érdekel ez a dolog, és pörög az agyam, és lesz ilyen termékből. Amellett, hogy ugye nagyon ismert vagy itt a Magyarországon egyáltalán a hétköznapi ember. Full celeb vagyok, mondjuk ki, nem igaz, hál' Istennek, full celeb. Szerencsétlen celeb, a magánéletem nincs titokban. Igen, és amellett még ugye golfpályamester, meg életmentő, meg nem tudom még micsoda. Igen, túlképzett, akkor szerencsétlen, semmi esélyértő, így van. Az a kérdésem, hogy pálinka mester is vagy? Főzöl pálinkát? Nem főzök. Nagyon fontos, hogy én, amikor szembesültem, ez most hülye kifejezés lesz, édesanyám mondta, ami azért megbocsáthatóvá teszi a dolgot, én egy náci vagyok a szónak, nem a karlendítős rasszista értelmében, hanem amit mellé teszünk, ezt az ilyen nem tud érzelemmel gondolni egy dologra, annyira hülye idióta, tehát hogy mit tudom, egy másik népcsoportot, de a szónak ilyen idióta, precíz, német, nem gondolkodó gép. Így értette édesanyám, hogy egy náci vagyok, abban a szempontból, ez vicces, hogy saját édesanyám mondta, aki ismer, azt tudja, hogy mennyire közel áll hozzám a rasszizmus, meg minden, sejthetitek. Tehát a legjobb barátom a francia súlyban egy néger srác volt, ő vele poénkodtam néha így, hogy na, Stevie, na, hozz utánam a táskám, migga, meg ilyenek. Jó, hát itt véget ér az én rasszizmusom. Na mindegy, most jól túlmagyaráztam a dolgot. Azt jelenti, hogy pontosan tudom, hogy mit tudok, mire vagyok képes, és sajnos ez ilyen körülbelül 7-8-10 éves korom óta így van. Tehát nekem nincsenek ego problémáim, ezt a kismer azt tudja, de ez nem azt jelenti, hogy bármivel is feljebb lehet. Pontosan szembesültem vele, hogy ebbe a közegbe, ahol ott körülbelül nem tudom hányan jártunk, de százas nagyságrendben ebbe az első év folyamában a pánkamester képzésnek, én szembesültem vele, hogy ez ugyanolyan szakma, mint az enyém. Az én szakmám olyan, hogy tanulsz a suliba, gyönyörű szép művészettörténeti alapokat elsajátítasz a parfümökről, meg hogy így gyártják az alapanyagot, meg annó úgy gyártották, meg vörös hajú gyönyörű mesternőket kell lehámozni hozzá, hogy jó parfümör legyen, ezt mindenki tudja, aki látta a parfümcén filmet, de, és ezt csinálom természetesen, úgyhogy szőkék elénybe, meg a barnák, de a lényeg összefoglalva, hogy én szembesültem vele, hogy itt hozzáértő emberek ülnek, akik olyan szépen csinálják, hogy én nem bábozom el, hogy értek ez a szakmához, és az, hogy együtt ültünk az iskolapakban, és gyönyörű tanulmányi kirándulásokon csodás élményeink voltak, én a legelső pillanatban letettem róla, hogy én főzni fogok. Ez egy önálló szakma, sok évtized gyakorlatával jön meg, és én más csinálok, másba vagyok jó, nem szeretem azt hazudni, hogy bármi közön van ehhez. A szónak a csinálás, a making
szempontjából. Bármikor szívesen dolgozok termékfejlesztésbe, hívnak, csináljuk, jó játék, de nem megyek közel a géphez, és ez tudatos döntés. Ezzel szemben viszont nekem a kémeim jelentették, hogy te ott Zamárdiba azért pakkabinál néha megfordulsz, mint vendég. Közel van, tehát akár hajóval átmegyek, érted? Ő hívott meg golfozni itt a karantén alatt. Én különben azt gondoltam, hogy ez ilyen öreg playboyok sportja, miközben a Gabi az nem öreg playboy, hanem egy fiatal playgirl, mindenki tudja, aki látja a rózsaszín kis nadrágjaiban. De minden lényeg, hogy elvitt, és nagyon jól tette, egy nagyon jó játék volt. Átmegyek, amennyire gyakran csak tudok, és szeretem, és nagyon szeretem mindazt, amit csinál, az elhivatottságot, de sok ilyen emberről tudok beszélni. Tehát most gyorsan egy marketing blokkot, ha szabad, akkor pont azt tudnám mondani, hogy én aztán hát a szórátéknak a Tokajhegyei csodáitól kezdve a ugyanott Boldogkőváron, itt talán életemben a legfinomabb gönci barackon, életemben, akkor a Gárdiéknak a műve is. Hát, nagyjából évente egyszer biztos viszonylag a teljes családommal. Lengyelek is vannak a családomban, úgyhogy tudnak inni, őket is elviszem, és ott egy fél délután biztos, hogy leisszuk az Agárdi készletet. Akkor ha délnek indulunk tőlem innen Balatonról, akkor harcközséget tudom mondani, a brillesek le a kalappal, amit művelnek, de a ecseppesek is csodás gondolatkísérleteket engednek meg maguknak, és ilyen kis magán erőfeszítéseket, mint a Gyenesei Pista bátyánk, ugye a Somogyért Egyesület színeiben, amit ő Kaposvárot művel, az se gyenge dolog, de hogyha fogod magad, és mit tudom én, most akartam mondani, bocsánat. Na, majd később eszembe jut. Tehát a felsorolás hajnalig tarthatna. Én mindegyiküktől szinte, ha most lemennék a pincémbe, lenne valami. Ja, bocsánat, a legfontosabb rézangya a Coca-Cola, tehát a lényeg, hogy Gödöllőn egy nagyon szimpatikus fiatalember gyönyörű kutyákkal újra kezdte a szakmai életét, és saját főzései vannak. Cselvári Gabinak is gyönyörű, magán tiltott pultaloli tételei vannak, Nagymaros környéke, és a gödöllői srácot meg úgy hívják, hogy most kerülök bajba, Domi az megvan, kutyák előtt, és túl gyorsan akartam kimondani, Bandi bátyánk, ugyebár, és tőle ittam most utoljára egy gyönyörű bírstételt. Csak hogy így értsd a dolgot, nem beszélve ugye, hogy haza is beszéljek, a Balaton közvetlen melléke, ugye a fene gyerekes Pagabi idiótának a legutolsó Rácz Robi is benne van, nyakig Jim kísérletei. Na, és akkor itt még tényleg csak felvillantottam párat, és nagyon nyitottam mindenkit nagyon szeretek, és folyamatosan kíváncsi vagyok, és kísérem az életét a Facebookon, nézem, hogy kivel mi van, amennyire csak lehet. Akár Erdélyig. Erdélyig. A záró kérdésem az, Zsolt, hogy azt tudom... Már vége? Hogy te azért sokat vagy a Balaton, vagy egész életedet a Balatonon töltöd? Mert azt tudom most, hogy ott vagy a Balatonon. Igen, a karantén itt fogott, tehát ez nem egészen így volt, tehát a Kataron és a Seychelles-szigeteken keresztül érkeztem ide, tehát rendes rumkészletek is akadnak most a háznál. Takamakából, de a helyzet az, hogy én hát igen, ide udvaroltam még ilyen gimis koromban, és nagyon megszeretem Balatont. Én egy borsodi gyerek vagyok, tehát én a Bükkhegységben gyönyörű vagyok, a Tokajhegy alján gyönyörű vagyok, de ez a Balaton, ez tényleg megfogott, hazudnék. És akkor itt vettem egy kis nyavajás ingatlant, itt az véletlenül pont a vízparton van, azt meg tudom mutatni. Tehát így látszik a víz, az egész falam ablak. Aha. Ez a fal, ami a Balatonfej van, az ennek az ingatlanak az full üveg, gyönyörű a kilátás, és hát az van, hogy most már nem tudtam ellenállni, és az elmúlt pár évben egy rábeszéltek, hogy most már kis hajó is van, nagy hajó is, mindenféle hajó van, úgyhogy már vízibúzik vagyunk, két agár is, meg minden, és annyira durva a helyzet, hogy most épp alkuszom ilyen kis szőlős területre, kis pincével itt a Lellei Kishegyen, úgyhogy holnap megyek, úgyhogy drukkoljatok. Ha Magyarországon vagyok, mert nyilván az évemnek nagyjából a felét, harmadát külföldön töltöm, az igazi megbízásaim külföldre kötnek. Mondjuk úgy, hogy parfüm és luxusipar nem nagyon van Magyarországon. Reméljük lesz, újraindul, de nem nagyon van. Amikor Magyarországon
vagyok, akkor úgy kell elképzelni, hogy csütörtök estétől kedd reggel ilyen Balatonnál én vagyok, ha csak tehetem. Majd Balatonon is a környékén. Én no, ezt Zsolt. Javaslom nektek is. Oké, Zsolt, nagyon köszönöm még egyszer, hogy sikerült erre időt szakítanunk, és, ez nagyon vagyok. Hálás vagyok, és köszi szépen. Én köszönöm, én vagyok hálás. Dólyami Zsolt volt a vendégem, köszi Zsolt. Vigyázzatok magatokra, szia!